Mi pedig folytatjuk tovább az Oscar gála legszebb ruháiról, és a divatbakikról is beszélgetünk, meg a sminkekről is természetesen, mert hogy ezek mindig témák. Itt van velünk Schiffer Miklós és a Holden Flynn, de jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Na milyen ruhák volt, néztétek? Fönn volt, tatok egyetem végén. Én néztem, egy picit belealudtam a közepénél, de alapvetően néztem, és hát fantasztikus volt. Nyilván nekem ugye az egész Oscarnál, ugye, hát nyilván a sikerek mellett ez az egész red carpet, ez ami a leginkább izgat és mozgat, és hát csodálatos ruhák voltak. Nekem nagyon tetszettek, sokkal letisztultabbak voltak, mint eddig bármikor. Gyönyörű volt az összhang a sminkekkel, a hajakkal. Én nekem nagyon tetszenek ezek a feltűzött, szöszös, természetes hajak, természetes sminkek, és ezeket a nagy csilló, rengeteg arany, rengeteg ezüst és fehér ruha volt a díjátadón, meg a piros volt még, ami egy ilyen markáns szín, ami megjelent. És nekem nagyon, nagyon tetszettek ezek a tiszta sminkek, ezek a szinte nude, igen, mintha semmi nem lenne rajtuk, igen, Miklós? Csodálatos volt. Hát ez mindig egy ilyen fájdalmas reggel, mert akkor kell kelni. Én bemondom őszintén, hogy én egy fantasztikus vacsorán vettem részt, sok Michelin csillagos séf van Budapesten. És ott a háttérben néztétek azért? Nem, mert azért annyira késéig nem tartott, de tudtam, hogy időbe le kell feküdni, hogy ma azért az ember itt valahogy kinézzen reggel. Persze reggel, én mindig a Vanity Fair-t nézem. Most kapcsolta Jézus volt. Itt vannak a gyönyörű ruhák egyébként éppen, ugye, és ilyen arany és a pezsgőszín. Tehát a Vanity Fair-nek érdemes ilyenkor reggel mindig nézni az oldalát, mert a Vanity Fair-nek ugye egyből van egy Vanity Fair gálája, és ott mindenki elmegy, és ott sokkal jobban lehet a ruhákat fotózni, meg és állnak a sztárok. Megfelelő helyen, nem csak ilyen nem mindig kedvező háttér előtt lehet a ruhákat látni. Igen, ez a nyújtság, ez a visszafogott, letisztult, a Sharon Stone-nak teljesen mindegy, tehát a Sharon Stone kijön a vízből, akkor is így néz ki, tehát ő az a típusú nő, de azt kell mondanom, hogy visszafogottabb lett, elegánsabb lett, talán ezt mondanám, tehát nem annyira megkökkentésre mentek a ruhák idén, nagyon sok új tervezői név bukkan föl egyébként. Tehát nem csak a Dior, meg Givenchy, ezek a Giorgio Armani Privé, ugye, aki meg ideig Gucci. Azt mondták, hogy nem is Oscar díj, hanem Giorgio díj ez, mert ugye egy időben csak Giorgio Armani volt, kvázi minden. A férfiakat ugye három tervező, az Armani, a Burberry és a Tom Ford. Öltözteti. Azok között nincs így nagy különbség. Hát ez én szememben van, de. Tudom, te más, de nagyon sok a rossz smoking, nagyon sok a túl hosszú nadrág, nem jó méret. Ha valaki Tom Fordban van, abban biztos lehet, hogy tökéletes lesz, mert ő még azt is megnézi, hogy amikor fölveszi a sztár, akkor a nadrág megfelelő hosszú. Igen, azt szokott zavarni, amikor egy picit így hosszabb az akó, azt nem szeretem. Hát az nem csak téged zavar, az én vagyok. A magyar közéletben pedig ez az általános. Hogy hosszú, tehát hogy így. Hát nem is szokott a kézfej esetleg van, amikor csak a kéznek csak az ujjak látszanak, az se ritka. Itt azért sok ilyet nem látsz, de egyébként lehet látni a sztárok között is, hogy hiába öltöztetik őket, van, akinek van érzéke a ruhához, és van, akinek nincs. Tehát van, akin valahogy sehogy nem áll soha semmi, teljesen mindegy, mit adnak rá, és amit nem tudok, hogy mi lett a Chanel botrányból. Ugye, hogy most végén nem lett botrány, a végén akkor Chanelbe lett mindenki. Chanelbe lett mindenki, akinek Chanelbe kellett volna lenni, mert valaki pénzt Ez igen. Na hát ez milyen gyönyörű, ugye milyen letisztult. Fantasztikusan szép, igen. Gyönyörű. És itt is, hogyha nézitek, tehát hogy abszolút nude smink, tehát teljesen letisztult az egész látványvilág, fantasztikus. Én imádom ezt az irányi vonalat, hogy minél természetesebben nézzenek ki a nők is, meg hát nyilván a férfiakkal nem nagyon lehetett variálni. Hát azért mondjuk itt például egy kis bronzító van az úriemberen, tehát azért lehet látni azért színe van. Hát vagy lehet, hogy csak napozott egy kicsit. Túlszaladt a Szoli egy picit, igen. Ez ilyen helyen egyébként teljesen normális. Mi lesz ezekkel a ruhákkal? Ezek a ruhák, hát van, amelyiket megtartják a sztárok, van, amelyiket visszaadják. Igen? Ez attól függ, hogy milyen szerződésben vannak az adott divatházzal. Egyébként, amit nem szoktak az emberek figyelni, azok nem a ruhák, az ékszerek. Uh-huh. Tehát itt az ékszerek, a nagyon nagy nagyon nagy ékszerházak milliós ékszereket adnak a sztárokra, amit úgy csak úgy villog valami a kis kacsóján, mondjuk pár millió dollár, azok sokkal drágábbak, mint a ruhák. Azokat egyébként vissza kell adni minden esetben, de a ruhák gyémántok. Hát ezek itt Harry Winston, igen. Az Instagramon rengeteg stylistot követek, akik, és most az Instastory-ban végignéztem az, hogy készültek az Oscar díjátadóra, és hát szóval fantasztikus, hogy milyen ékszereket, meg hogy milyen arzenált vonultatnak ott föl táskákból, ékszerekből.
Tehát ez is fantasztikus. És ugye mit gondolnánk? Azt gondolnánk, hogy egy ennyire fehér bőrű, igen, nem áll jól, igen, hogy egy ilyen szőkehajú fehérbőrű nőnek nem áll jól ez a szín, de a piros rúzsal annyira megjön az egész, annyira tökéletes és letisztult, fantasztikus. Őt mennyit kritizálták, hogy mit botoxoltat, meg mit csinál az arc? Jól néz ki. Meg miért vékony, miért vékonyabb, meg hát igen, ez állandó, valamit kell, tehát kritizálni kell. Gyönyörű volt, tehát az Emma Stone-nak is gyönyörű volt a ruhája, és hát annyira ugye passzolt az egész film hangulatához, ez a fantasztikusan szép. Jó, nekem ez tetszik ez a vonal. Ez jó, hát ugye két ilyen parti van a világon, ez és a Metropolitan Múzeumnak a Fashion Ballja. Az a két olyan alkalom, amikor ilyen mennyiségben lehet látni ezt a minőségű megjelenést. Köszönjük szépen nektek. Nagyon szépen. Köszönjük. Köszönjük.